sa ostalo 4 sata. Naravno, tu su sada u toku radovi. To je ovaj jugo što se dobili, nije to zadatak koji baš nije popularan da ih opominje ako nisu platili, ali Pera to revnostno radi. Ovo je blagajna kod naše Jasmine, ljudi dolaze da plate ono što im dimničar odradi, da ovo je donacija, ovo je ostalo je zatečeno. I robi dan čokosarat na Almondanih od Lindulta mi škrba kogom jarnja koje zvala to kato svakve epizuje na poklon. Ekseratnim sve miješani šnizni i megniznja koje zvala to kato hodjan, mi kod neke ja hezno koje zvala to kato. Što zgondom od ito zašu o lakiša koje zvala to kato Lindulta, o kemiša koje zvala to. O majbjön megmutatú azt a részét is a való világnak, amely nem éppen fényes, ami arról szól, hogy a kéményseprű közvaladban és a munkafeltételek, azok épületrészek, ahol a munkások voltak, és ahol a munkásoknak kellett valamilyen formában felkészülni a munkára, milyen állapotban voltak, hogy milyen rossz állapotban vannak, milyen leromlott és lepukott állapotban az egész épület. Összeréstől kezdve mindennel. Az önkormányzat biztosít egy személyautót, arra vonatkozik, hogy egyáltalán legyen személyautó, mert sajnos még a személyautó állományok is teljesen le van nekik, azt mondom, rongyolódva. Ezen kívül biztosítottunk pénzeket arra, hogy a kéményseprők az elkövetkező rövid időn belül munkaruhákat kapjanak, és normális munkaruhába jelenjenek meg a munkahelyeken, illetve a polgároknál, ahol a szolgáltatásokat végzik. Úgy szintén számítógépeket biztosítani, hogy még számítógépek sem voltak a közvállalatban arra vonatkozom, hogy legalább az alapvető dolgoknak eleget tudjanak tenni, ami az elszámolásokat és az evidentálásokat illeti. Úgyhogy meg szeretném dicsérni is az igazgatólat, hogy elkezdte rendezni az alapoktól, hogy kicsit rendbe teszi ott azt a munkateret, ahol dolgoznak az emberek, és valamilyen formában odafigyel, hogy egy jó gazda módjára bánjon az a közvállalatban, mert az azt jelenti, hogy a házat is rendbe kell tartsa, a saját házat is. Ezzel kezdte. Biztos vagyok benne, hogy tovább is támogatni fogjuk a kéményseprű közvallatot, másosra pedig elvárom az igazgatótól azt, hogy fordítsa meg azt a folyamatot, vagy ne ügyületlenül azt a folyamatot folytassa, mert eddig is volt, hogy a 30 munkárból 18-an szirodában dolgoznak, és a 11-2 van, aki igazából termelenek a közvállalatnak. Azt gondolom, hogy fordított kellene az arány, illetve nem csak hogy fordított, hanem még attól is második éppen kell, hogy az arány fölálljon. Itt az a párt, akik ide bejöttek, az elmúlt 5-6-7-8 éve mindenki hozta saját 2-3 emberét, akik itt vannak berakva, nem dolgoznak semmit, és én nekem, amit el kell mondjak is, ami személy szerint a legmegrázódott az egészben, hogy még a volt igazgatónő is munkáját biztosított magának. Ő, aki kinevezett személy volt, igazgatónő volt, amikor idejött az ügyvezetés, aki kiderült, hogy neki már biztosított. Tehát saját magát helyezte el abba a vállalatba, ahol igazgatónő volt. Úgy gondolom, hogy ezek a fajta viselkedések, ez a fajta vállalatvezetés, ami eddig ment. Meg kell változzon. És ezért is tartom fontosnak, önök is itt vannak, megmutassák a másik oldalát is ennek az érmének, hogy milyen körülmények között vannak egyes közvallatok, és milyen körülmények között dolgoznak az emberek. Mert azt gondolom, az a tényleg, amelyek igazából komoly és nehéz munkát végeznek, azok legalább azt megértelmik, hogy egy normális dusoló helyük legyen, egy normális munkaruhájuk legyen, és ne pedig mások dörzsöljenek az ő hatóságokat.